Az Apostol együttes az 1970-es években alakult. 1975-öt írtak, amikor Németh Gábor és Szenes Iván Nehéz a boldogságtól búcsút venni című számával Meződi József, mint énekes, szinte berobban a hazai könnyűzenébe. A zenekar ekkor országos népszerűségre tett szert. Nem tudom, hogy önök hogyan vannak vele, de amikor én meghallom az együttes nevét, azonnal Meződi József és védjegye, hatalmas kalapja és hosszú szakálla jut eszembe. Beszélgetésünk során kiderült, védjegyeinek bizony története van. Én már nagyon sokat hallottam arról, hogy az ön szakállának története van. Na, melyik történetet akarod hallani? Sok története nincs, egyszerűen réges-régen kitalálták, hogy valamilyen fazont kell fölvenni nekem, és csináltak, hogy így más legyek, mint amilyen ilyen sima képű ember, és akkor kitaláltuk, hogy szakállam legyen, és meg kalap legyen a fejemen, és azóta van a szakállam, és azóta van a kalap a fejemen. Azt hallottam, hogy évekkel ezelőtt találkozott az úgynevezett alter egójával, vagy hasonmásával. Hogy is volt ez? Hát a Demi Szuszosról van szó, és a 99-es sportcsarnok március 19-én volt egy koncert, és arra volt vendégként meghívva a Demi Szuszos. És most az az érdekesség még ebben kapcsolatban, hogy most az 50 éves évfordulók szintén a sportcsarnokban lesz jövőre, és az is 20-án lesz. Ugye, ahogy ön is mondta, hamarosan 50 éves a zenekar. A mai világban, amikor jönnek-mennek a sztárok, illetve az együttesek, önök hogyan tudták elérni azt, hogy 50 év után is rendszeresen koncerteznek, és rengeteg rajongó követi önöket? Hát ez először is, hogy a hálát kell adnunk a génjeinknek, másrészt az orvosainknak, akik életben tartanak, és harmadsorban meg a nótáinknak, amik mindegyik nóta az tulajdonképpen mindenkinek a szívéhez szól, nagyon szeretik az emberek, mindenki átél egy olyan problémát, amit mi énekelünk, tehát a szeretetről, a szerelemről, a barátságról, és így aztán ez mindig ott marad az emberek lelkébe, és így aztán minket nagyon szeret. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy csak a nyári időszakban több mint 40 koncertet ad az együttes az ország különböző területein, sőt mi több, még határon túl is. A színpadra lépést megelőző órát volt szerencsénk az együttessel tölteni. Az idő bizony rohamosan telik, azonban a szép emlékek egy életre nyomot hagynak bennünk. Győződtem meg erről ismét, ahogyan Csinger Ildikó, az együttes menedzsere, felelevenítette a Hajdúszoboszlói TV akkori vezetőjével több mint egy évtizedes közös munkájuk által szerzett élményeit. Ahogy azt hallottuk, az együttes jövőre ünnepli 50. születésnapját. Már most nagy lelkesedéssel készül a csapat a jubileumi koncertre, melyre március 20-án Budapesten a Papp László Sportarénában kerül sor, melyre ezúton is köszönjük a meghívást. És végezetül jöjjön egy jó tanács! A mai rohanó és sokszor személytelen világban ő mit gondol, hogy hogyan lehet okosabban élni? Hát, nézd, nagyon nehéz. Nem egy, a lényege talán az egésznek az, hogy egymással kell beszélgetni, és nem egymásról kell beszélgetni. Mostanában az a divat, hogy egymásról beszélünk minden rosszat, és az, hogy inkább leülnénk és megbeszélnénk a problémákat, vagy a nem problémákat, akkor sokkal előrébb menne minden, és az emberek is jobban szeretnék egymást. Nisszuk meg a kávét, nincs idő, menni kell. Sürgünk, forgunk, mint a hó.